Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt meghívott vendégeink, kedves kiállítók és diákok! Köszöntöm rendezvényünkön dr. Őri Csaba, Európai Parlamenti Képviselő urat. Tűnő dr. Bertalan Judit kormánymegbízott asszony. Schmidt Csabát, Tatabánya polgármesterét. És Juhász Józsefet, a Komárom-Esztergom megyei kereskedelmi és iparkamara elnökét. Immár második alkalommal rendezzük meg a Fiatalok Európáját, amelyet a tavalyi karriernap nagy sikere hívott életre. Nyerő csapaton ne változtass, tartja a mondás, így az idei rendezvényünknek is ugyanaz volt a koncepciója, mint a 2012-esnek, összehozni a térség munkáltatóit, képzőintézményeit és a fiatalokat, azért, hogy segíthessünk, segítsünk elhelyezkedésükben. Nagyon sok a munkahelyi központtal együttműködő munkáltató és partnerintézmény fogadta el újra a meghívásunkat, ami nagy örömünkre szolgált. A rendezvény helyszíne változott, hiszen közben teljesen megújult a város művelődési háza, amely tökéletes európai színvonalú helyszínt biztosít a Fiatalok Európájának. Külön köszönjük a Tatabányai Múzeumnak, hogy biztosítja a modern kiállító termék rendezvényünknek. Külön szeretnénk megköszönni a Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Europe Direct jelentős hozzájárulását a rendezvényhez, amely nélkülük nem jöhetett volna létre. Most pedig felkérem Cunyiné dr. Bertalan Judit kormánybizott asszonyt, hogy mondja el megnyitó beszédét. Kedves fiatalok, képviselőtársaim, polgármester úr, elnök úr, elnök urak, bocsánat! Nagyon jó ide állnom és szemben velem kíváncsi és érdeklődő fiatal arcokat látni, hiszen ez a rendezvény számotokra, annak a korosztálynak a munkahelyi esélyeinek a növelésére került megrendezésre és kerül megrendezésre. Most már bátran mondhatjuk, hogy hagyományosan, akik a munkaerőpiacon a koruknál, iskolai végzettségüknél az első munkahely keresésének nehézségei okán, úgy szoktuk szakmailag megfogalmazni, hogy hátrányosabb helyzetben vannak, hiszen a munkáltatók az esetek zömében a tapasztalt szakmai ismeretekkel, nem csak iskolai szakmai ismeretekkel bíró munkaerőt keresik. A tavalyi találkozások sikere buzdított minket arra, és a munkahelyi központ ebben az évben is elém tárta ennek a rendezvénynek az ötletét, hogy igyekezzünk még inkább nyitni a fiatalok fele, hiszen fontos számunkra az, hogy mind a szakképzési rendszerben, mind az iskola rendszerben elsajátított szakmai ismeretek mellett olyan kihívásoknak és olyan munkaerőpiaci lehetőségeknek is meg tudjanak felelni, amelyek a valódi munkáltató és munkavállaló kapcsolatok megteremtéséhez hozzájárulnak. Nagyon erős és szoros partnereink ebben a folyamatban nekünk azok a megyei munkáltatók, akár a megyei iparkamarán keresztül meglévő kapcsolatrendszerünk, akár pedig az ipari parkjainkban működő cégek és üzemek, amelyek minden rendezvényünkre eljönnek, mert fontosnak tartják a kiválasztás során az interjúk mellett az önéletrajzírás és a saját céges képzés mellett a személyes találkozások és a személyes kapcsolatteremtésnek a tartalmi következményeit is. A tavalyi év sikeréből, hogy idézzek nektek, megkérdeztük úgy év vége fele a munkáltatókat, hogy milyen tapasztalatokkal zárta, vagy hogy érezte magát a rendezvényen. Persze jó fél évvel, háromnegyed évvel a Fiatalok Európája rendezvény után már nehezebb összeszedni az emlékeket. A munkáltató nem tett mást, mint rámutatott 8 fiatal munkaerőre, akit ezen a rendezvényen ismert meg tavaly, és aki egy kapcsolatfelvétel, egy önéletrajzírás, egy interjú után annál a cégnél helyezkedett el, amelyik cég a tavalyi rendezvényen bemutatkozott. A fiatal megnézte a cég működését, betekinthetett abba, hogy milyen munka folyik, milyen szakmai és munkahelyi kihívásoknak kell megfelelnie. A szakmai végzettsége megfelelt azoknak az előírásoknak, amelyeket a cég egyébként támasztott, és az emberi találkozásból, a szakmai találkozásból lett egy komoly és tartós munkahelyi kapcsolat. Munkahely létesült első pályakezdő fiatalnak. Persze, ha csak minden évben és minden esztendőben ilyen rendezvényekkel próbálnánk segíteni
a megyei ifjúságnak, akik akár a szakképzési rendszerből, akár pedig a középfokú, felsőfokú iskola rendszerből más módon kerülnek a munkaerőpiacra, mint első munkahely kereső munkavállaló, akkor igazából nem sok mindent tennénk, mert ez egy bemutatkozó alkalom, a sok-sok forgatagban nem mindig viszünk haza olyan információt, ami azonnal eredményt is hoz bennünk. De a munkaügyi központ és a járási kirendeltségeink, valamint az együttműködő partnereink, a megyei munkáltatók, a megyei iparkamara segítségével olyan állandó munkaerő közvetítési és igényfelmérési folyamatok vannak a rendszerünkben, amely során tudjuk azt, hogy kinek, melyik munkáltatónak milyen munkaerőre, milyen képzettségűre és milyen kvalitású, milyen egyéb motivációjú munkaerőre van szüksége. Nem olyan régen volt a kormányhivatalban egy rendezvény, ahol egy kutatás összegzéséről volt szó, amely a CV íráson, ahogy mostanában divatos, a folyamatos kontaktokon kívül megmérte azt is, hogy a munkáltatók milyen emberi kompetenciákat, milyen egyéb tulajdonságokat várnak el a munkavállalóktól, a leendő dolgozóiktól. Ezeknek a kompetenciáknak az elsajátítása, vagy ezeknek a megléte és felmérése nagyban segíti a munkaügyi központok dolgozóit a munkaerő kiközvetítéseknél. Túl vagyunk egy nagyon sikeres diákmunkaprogramon is a megyében, amely során több mint háromszoros a túljelentkezés arra a programra, amelyben megyénk városai példaértékűen vettek részt, és az önkormányzati intézményekben, cégekben a nyári diák munka során támogatott munkahelyekre fiatalokat hívtak, és fiatalok dolgoztak. Látszólag ez az egyébként 100%-ban államilag támogatott diákmunkaprogram egy 2-3 hónapnyi zsebpénznyi foglalkoztatást és munkabért jelent a fiatalnak. Munkaerőpiaci hatását tekintve azonban sokkal több, hiszen amikor már nem diákként, hanem az iskola padból kikerülve valamilyen végzettséggel keresitek a munkahelyet, akkor ezek a hónapok, ezek a munkatapasztalatok beírhatók abba a bizonyos papírba, abba az önéletrajzba, ami alapján a munkáltató a kompetenciákat sorra véve és preferenciát állítva a szakmai gyakorlatnak már látja, hogy van valami köze, van valami tapasztalata a munkaerőpiachoz vagy a munkavilágához. Az a megyei programunk is sikeres, ami a munkahelyvédelmi akciótervnek az első munkába állást segítő és ösztönző járulék és szociális hozzájárulási adó kedvezményének a lehetőségét nyújtotta, kínálta a munkáltatóknak, hiszen ebben a körben is több tucatnyi fiatal elhelyezését sikerült a munkáltatókkal közösen megvalósítani, illetve ezeket a munkahelyeket stabilizálni, megőrizni. Szintén sikeres volt, nem csak országosan több mint 8000 fiatalról beszélünk, az első munkahely garancia program, amely során a megyében is több mint 200 munkahely, munkáltató és munkavállalói kapcsolat létesült, amely során informatikát és egyébként idegen nyelvet is tanulhattak a fiatalok, amelyek szükségesek a munkahely betöltéséhez. Tehát nem elég csupán egy rendezvény, ahol kinyitogatjuk mindazokat a lehetőségeket, amelyek munkahelyként a megyében számotokra, a fiatal pályakezdő fiatalok számára lehetőségként áll, hanem mindezeket a kapcsolatteremtéseket megerősítjük olyan államilag támogatott munkahely teremtő és megőrző forrásokkal, olyan speciális a cégeknek és a munkahelyet kereső fiataloknak szóló közvetítésekkel, amelyek nem sikertelen álláskereséseket, hanem adott esetben sikeres álláskereséseket, munkahely találást jelentenek a fiatal generációk számára. Nem szeretnék senkit kihagyni a partnerek közül, hiszen említettem a megye önkormányzatait, akik a diákmunka során voltak, polgármestereink nagyon kreatívak és nagyon pozitív hozzáállásúak ahhoz, hogy ez a projekt vagy ez a program ebben a megyében sikeres legyen, és minél több fiatal diák nyári munkáját tudjuk megszervezni. Ugyanígy partner a megyei iparkamara, a megye cégei, vállalkozásai, de ugyanígy partnerek azok a középiskolák és azok a szakképző intézmények,
amelyek nyitottak az új szakképzési rendszerben a megyei munkaerőpiaci igények szerinti szakmaképzésre. Talán ez most nektek, így első hallásra evidenciának tűnik, hogy a szakképző intézményben olyan szakmákat és szakmacsoportokat hirdet meg az iskola, amelyre a munkaerőpiacon szükség van. Nem volt ez mindig így, igazodni kell a munkaerőpiaci igényekhez a szakképzés során. Ennek az iskolai rendszerű vagy alap- és középfokú képzési rendszerben való megvalósulása az a szakképző szakközépiskolák feladata. Ennek a fordulatnak, ennek a változásnak az éveit tudják maguk mögött a szakképző intézményeink, akiknek rengeteg munkájuk és rengeteg energiájuk van abban, hogy a jövő munkaerőpiaci kihívásaira a megyei intézmények adekvát, működő, jó választ tudjanak adni. És ott van egy másik szegmens, ami a munkaerőpiacnak a képzési struktúráját jelenti. Egyrészt az itt lévő cégek egy része az képzi a saját munkaerejét az interjút követően 2-3 hetes, 1 hónapos betanulással. Másrészt pedig fontos figyelnünk arra, hogy a 25 év az egy vízválasztó év a munkaerőpiacon. Ha az első munkahely teremtés támogatásával sikerül elhelyezkedni és tartósan munkahelyet találni a fiatalnak, akkor nem problémaként jelenik meg, nem megoldandó feladatként a munkaerőpiacon ez a mondjuk azt, hogy álláskeresési kör. Azonban a 25 év feletti korosztály, úgy körülbelül az aktív kor 55 éves korig, azzal a nehézséggel kell, hogy szembenézzen, hogy a korábbi szakképzési rendszerben megtanult ismeretei, vagy a korábbi szakképzési rendszerekben szerzett képesítései, azok nem alkalmasak a mostani munkaerőpiaci kihívásokra való válaszadásra, nem képesek követni az ipari parkok bővülő igényeit. Nem lövöm le polgármester úrnak a számadatait, de Tatabányán azt gondolom, hogy szépen alakulnak a munkahelyek az elkövetkezendő 2-3 esztendőn belül számban is, és minőségében is. Az a másik fontos dolgunk, amire szintén gondolnotok kell, és ebben tapasztalatokat kell szerezni, ez pedig a felnőtt képzés, átképzés, amelyet szintén a megyei munkaügyi központ motorizálásával vagy generálásával végzünk az iparkamara és a megyei képzőintézmények együttműködésével a megyében. Ez a mai nap azért van, hogy ismerjétek meg a megyei cégeket, a megyei foglalkoztatókat, munkáltatókat. Tudjátok meg, hogy milyen az az államigazgatási rendszer, amely a munkaerőpiaci keresések során a segítségetekre van, és határozottan szeretném ezt a szót hangsúlyozni, hogy a segítségetekre van. Tehát a munkaügyi központjárási kirendeltségeihez bátran lehet fordulni. Volt nekünk olyan ügyfélfogadásunk is, amikor bizonyos keddi napokon csak a fiatal pályakezdőkkel foglalkoztak a kollégák. Tervezzük ennek a folytatását, hogy kellő idő és energia és alapos lehetőség felkutatás jusson időben és tartalomban a fiatal munkakeresőkre vagy álláskeresőkre. És ismerjétek meg mindazt a légkört, amit a munkavilágának nevezünk, és egyébként pedig sokkal másabb, mint az iskolapadban ülni, és szakmai ismereteket elsajátítani. Én kívánok nektek a mai napra sikeres találkozásokat. Kívánom azt, hogy egy-egy munkahelyel való találkozás, egy-egy munkáltatóval való találkozás indítson arra fejetekben olyan gondolkodást, ami egy éven belül, vagy 2 éven belül, vagy néhány hónapon belül felébreszti bennetek azt a gondolatot, hogy a személyes találkozásra és kapcsolatra való hivatkozással bátrabban mertek oda menni, bátrabban mertek jelentkezni, és bátrabban mertek kiállni, hogyha állást kerestek, és erre van szükségetek. Köszönöm szépen! Köszöntöm a sajtóképviselőit! Nagyon sok adatot, vagy sok információt a megnyitókor igyekeztem összefoglalni, és most itt kifejezetten a sajtótájékoztatóra konkrét számokat hoztam annak érdekében, hogy alá is tudjuk támasztani, hogy az a sikeresnek is mondható, és egyébként valóban produktív munkahely teremtés és a fiatalokat segítő, ösztönző kormányhivatal munkaügyi központja által megvalósított munka az elmúlt 2,5-3 esztendőben valóban eredményeket produkált.
Amit a megnyitókor mondtam, ennek a rendezvénynek a célja az valóban a tényleges munkáltató és álláskereső fiatalok kapcsolatrendszerének a szélesítése, kialakítása, a munkahelyek megismerése, a megyében található cégeknek a bemutatkozása, a céges partnereknek a lehetőségeit meg kell, hogy ismerjék a fiatalok ahhoz, hogy tudjanak tájékozódni az interneten kívül is a megyei, illetve a környékbeli munkahelyek között. A szakképző intézményeknek a lehetőségeit, azokat az iskolapadból ismerik, a pályaválasztásnál is már először egy mankót kapnak, hiszen hagyományos rendezvényünk nem sokára lesz a megyében a pályaválasztási kiállítás vagy tanácsadó, tehát egymásra épül az a tevékenység, amit a kormányhivatal megyei munkahelyi központja és járási hivatalai vagy járási kirendeltségei végeznek. Tehát nem a levegőből indítjuk a fiatal pályakezdőknek a foglalkoztatását, vagy annak ösztönzését. Szóval először is az a kezdeni, hogy egy kicsit hamarabb érkeztem, egy olyan 20 perccel hamarabb, mint ahogy ez tervezve volt. És egy kicsit bolyogtam itt körbe, jártam az épületbe, és kifejezetten felemelő érzés volt azt látni, hogy sok pult, sok cég eljött szóróanyagokkal, szakemberekkel, és nagyon sokan álltak körülötte, fiatal gyerekek, fiatal emberek. Tehát aztán bementek a nagy teremben, és megint csak azt látom, hogy tele van a terem, és 90-95% a fiatal emberekkel. Most azt kell mondanom, hogy ez nagyon jó jel. Részben azt mutatja, hogy a fiatalok keresik a lehetőséget, részben azt mutatja, hogy a közösség, ez esetben az önkormányzat, a megye, azt teszi, ami a dolga, segít kapcsolatot építeni a cégek között, akik keresnek embereket, és nem mindig tudják azt, hogy hol találják meg azt, akire éppen szükségük van, és a fiatalok, akik pedig sok tekintetben bizonytalanok abban az esetben, hogy merre felé induljanak el, hol találnak olyasmit, amire megtalálják a számításokat. Ma az Európai Unióban az egyik első számú prioritás a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének előállítása. Nem véletlenül. Magyarország nem egyedülálló ezzel a kihívással, ebben a kihívásban. Elég magas nálunk is sajnos a pályakezdő fiataloknak a része, 25% körül országosan, de vannak országok az Európai Unióban, ahol sokkal súlyosabb a helyzet. Én a múlt héten Horvátországban voltam, ott 60% körül a fiataloknak a munkanélküliség. Spanyolországban 50% fölött van. Görögországban 50% fölött van. Tehát ténylegesen az a veszély, hogy egy egész generáció elvész a munkaerőpiac számára. A kamara minden időben a képzést, a szakképzést előtérbe helyezte. Ezt a folyamatot erősítette meg 3 évvel ezelőtt, amikor a kormányzat a magyar szakképzés reformját bízta rá a Magyar Kereskedelmi Iparkamarára. Orbán Viktor miniszterelnök és Parag László egy együttműködést kötött. Ezt követte itt a megyében a kormány megnyitott asszonya egy hasonló együttműködés. Én azt hiszem, hogy ez az együttműködés szinte napi jellegűvé vált a különböző szakigazgatási szerveken keresztül. Én úgy gondolom, hogy a megyei intézményei büszkék vagyunk arra, hogy ebben a reform folyamatban idén elkezdődött a duális képzés országos bevezetése, ez a régi hagyományos 3 éves képzésre vonatkozik, ami a gyakorlati képzést helyezi a hangsúlyra, hiszen az elméleti képzést úgy gondoljuk, hogy az első 8 osztályba illik elsajátítani, és a gyakorlat pedig a szakmunkás képzőben. Külön öröm az számomra, hogy az Esztergomi Géza Fejlődő Iskola tavalyi évben példaként, elsőként vezette be gyakorlati jelleggel új tanmenet kialakítását, ezt közkincsé tette és átadta az ország többi intézményei számára is. A kamara nem csak a szakképzésben, a mesterképzésben is, és a pályaválasztásban is közreműködik, most már a felnőtt képzés is a mi feladatunk. Tehát a bölcsőtől a koporsóink, a lobjuk és kintjuk tagjainkat, illetve a vállalkozókat. Ma a fiatalok Európájáról beszélünk a mai napon, és egy európai képviselő úr van a körünkben, csak érdekességként említeném meg, hogy milyen nagy ívet tett be ez a szakmunkás társadalom. Az én iparengedélyemre 1969-ben azt írták, hogy Esztergom város területén működhet. Tehát egy 5 kilométeres körzetre volt lekorlátozva az én lehetőségem,
ma a fiatalok előtt a világ, az Európa, és ez külön öröm számunkra. És még azt szeretném megköszönni a sajton keresztül a intézményvezetőknek, a vállalatvezetőknek, hogy a megyei MFKB munkáját, a megyei fejlesztés és képzési bizottság prognózisokat állít fel, és az információt a cégektől szerzi be, ezáltal alakítjuk az irányarányt, hogy milyen képzés, milyen szakképzés, milyen irányú szakmunkásokra van szüksége a vállalatoknak, illetve a magyar gazdaságnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm szépen! Azt gondolom, hogy csökkentett mértékben, de persze egyéni interjúra van lehetőség. Mi egy szakmai konferenciával folytatjuk a nap további részét a fiataloknak kínált munkáltatói bemutatkozások mellett. És hát ha összegezni szeretném azt, amit Tatabánya lokális eredményeire, az Európai Unió hozzáállására, az ott képviselt magyar érdekeknek a teljesítményére és a megyei iparkamara együttműködésére ki lehetne alakítani, mint értékelést, akkor a megyei munkaerő piaci adatoknak a tükrében bátran mondhatjuk, hogy a megyei, az itt élő emberek és az itt dolgozó emberek teljesítménye okán mi itt Komárom-Esztergom megyében bátran elmondhatjuk, hogy mind a munkaerőpiaci adatoknak az alakulása tekintetében, mind az egyfőre jutó GDP idejutó arányában, mind az egyfő által befizetett személyi jövedelemadó mértékében most már tartósan 3 esztendeje az ország első 3 megyéjében van Komárom-Esztergom megye, ideértve a vásárlóerőt is, ami nyilván a pénztárcába eső nettó kereseteknek a piacon megképzett értékét kell, hogy jelentse. Tehát mi bátran mondhatjuk azt, hogy munkaerőpiaci és munkahely megőrzési támogatási programok tekintetében, így a gazdaság élénkítése tekintetében Komárom-Esztergom megye jobban teljesít. Köszönöm szépen!